Mindenki mindenkit, vagyok, Fortuna végre napvilágot látott, bele lehet vágni, srácok a masszív farmolásba. Ez a terület baszki, hatalmas, már úgy értem mondták, hogy hatalmas, de erre nem számítottam, tényleg nagy, tehát valami jó, nagy. Mondhatni kb. egy kis szektor a kb. akkora, mint poé, az egész poé, vagyis az egész PlayStation of Eldalon. szóval wow, nem rossz, nem rossz, ebből a szempontból kint járni gyönyörű, mindenképp nagyon szépre meg van csinálva. Az első, nagyon első ilyen benyomások azok az volt, hogy új dolgok történnek itt, új enemik és új viselkedés van, és egy-kettő mindenképp meglepetést ö, okoz abban a szempontból, hogy viselkedik, és nem, nem, nem egy rossz ö, dolog ezt implementálni, úgyhogy ebből a szempontból már valami kis felfrissülés van, de a terület maga az tényleg hatalmas, és Um, el lehet vele játszadozni. Srácok, na, no. uh, elmondom, hogy mi történik. Uh, megérkeztek a Solaris United kódok, emlékeztek? Discordon volt egy aféle kis ilyen uh, közösségi közreműködés, együttműködés, féleség, amit kitalált a Digital Extreme, ugye, és a Discordon közölték az információkat. Na most ezek a kódok megérkeztek, hölgyeim és uraim, ezeket a kódokat en megtaláljátok ennek a videónak a leírásába, vagy a Facebookomon, vagy a Necro Army Facebookján, és a Discord szerverünkön is meg fogjátok találni ezeket a kódokat, mint egy bejelentést, úgyhogy, ja, nem maradt lesz semmiről, remélhetőleg váltsátok be, mert hogy uh, nem sokáig lesznek elérhetőek azt hiszem csak november 11, valami ilyesmi, de mindenképp, szóval váltsátok be, uh, hogy megkapjátok mindazoknak a, hogy is mondjam, közösségi együttműködésnek az eredményét vasárnap livestreamelni fogok. A következők lesznek, egy csomó dolgot kaptam a Digital Extreme-től, ugye a partnerség miatt, mint full ingyen, úgyhogy nagyon köszönöm innen nekik is. Úgyhogy egy jó pár dolgot szeretnék veletek megosztani vasárnap. Elsősorban fogunk beszélgetni Fortunáról, hogyan igazodjunk ki, kicsit megnézzük, milyen új nyersanyagok vannak, hol lehet formulni, mit lehet csinálni, igyekszünk megtalálni a dolgokat, igyekszünk ránézni arra a nagy pókra is, ha addig valaki ki nem deríti, hogy hogyan kell ledorálni, de minden bizony a vasárnapig ez meg fog történni, hogy az emberek kiderítik, hogy igyekszünk majd legyőzni egy ilyen nagy pókot is. Um, de utána nézzünk ilyen nyersanyagoknak, kinél mit, hogyan lehet felvenni, biztosra vagyok benne, hogy addigra jó páran mindezt megcsináltuk, igyekszek mindent lefordítani, ami uh, kevésbé érthető, hogyan és hány merre, meddig. Um, kaptam platkódokat is, szóval azon kívül, hogy Twitch dropok lesznek óránként, ha uh, egy óraig nézel egy Warframe partnert, ugye, mint ahogy én is vagyok, akkor Twitch dropokat fogsz kapni, ehhez nem kell Twitch Prime accountodnak lennie, csak simán nézzél óráig egy Warframe partnert, amiben uh, ugye biztos kell legyél, hogy a Twitch accountod össze van kötve a Warframe accountoddal, és akkor az, akkor megvan a boldogság, ebben az egyben biztos kell legyél, és akkor. A másik meg, hogy kaptam platkódokat a PC-re, Xbox-ra és PS4-re is, úgyhogy srácok, én ezt nagyon-nagyon-nagyon szívesen kiosztom nektek, úgyhogy ja, ennek, ennek öröméről kijött a Fortuna, ki fogom azt tenni ezeket a plat kódokat, és ja, tehát PC-sek, és ps PS4-esek is jöhetnek nyugodtan, tény, hogy PC-re egy kicsit több plat kaptam, mint Xbox-re és PS4-re. A livestreamet, ha minden jól megy, és összehozzák az Istenek, a Kor, magyar idő szerint délután 5-kor fogom kezdeni úgyhogy várlak szeretettel Twitch Necrocrim megtaláltok ott na de mi várható beszélgessünk arra is egy kicsit mi várható a jövőben ilyen videó szinten a csatornán Természetesen lesz Garuda bemutató, amint eljutok odáig, hogy kiformázzam, vagy éppen hogy nem kiformázzam, de hogy egy kicsit jobban kiismerjem a karaktert, és egy uh, jobb véleményt tudjak hozni róla. De ezzel már valószínűleg a livestream közben is fogunk foglalkozni. Egy-két dologgal meg fogjuk nézni az új fegyvereket mindenképp. Um, és úgy általánosan felmérjük egy kicsit kezdő szemmel a fortunát, esetleg hogyan lehet odáig eljutni, minél gyorsabban, de ha bár Vénuszig egy kezdőnek körülbelül egy óra, két óra játék után el lehet jutni, úgyhogy nincsen pánik. Persze igyekszünk majd megnézni ezt a nagy pókot, hogyan kell legyőzni, de úgy általánosan milyen új nyersanyagok vannak, mennyi formulásnak nézünk elébe, és egy általános véleményformás arról, hogy Fortuna az-e, amire vágytunk, és nem -e egy ö, nagy, üres ö, terület. Én nagyon remélem, hogy nem az. Ezt remélem, hogy ö, folyamatos update-ek várhatóak rá, és folyamatos játékot fogunk ott találni magunknak. Valami olyasmit, amit megéri. Ugye én magam is. Uh, vasárnapig hát dolgozni fogok, úgyhogy nagyon sok időm nem lesz uh, ott körbejárni. Addig én is megpróbálom minél jobban felmérni a terepet, de mindazoknak, akik nem jutnak szinten, szintén ugyanúgy uh, géphez vasárnapig, akkor mindenképp körbe fogunk menni egyszer Fortunán. De mindenképp, hogyha bele akarsz vágni addig is a kalandba, Uh, semmi nagyon extra dolgod nincs ahogy én néztem konkrétan végig kell, jó ha végigmész az összes áruson című történet és akkor el fog indítani neked egy ilyen alap kis küldetés vagy a féle ízelítőt uh, Fortunáról ahol meg fogod kapni a lebegő deszkát végül az egész kalandnak a végén, semmi nehézség nincs semmi nagyon uh, dolog, amit nem lehet ö, követni, ahogy szokásos Warframe metódus van. Kövesd a pontot, érjél oda, és csináld meg a, a feladatot, majd menj visszaad le a feladatot című történet. Első benyomásnak ö, tetszik: Fortuna szép lett, jó lett, nagy lett. Sok időt még nem töltöttem ott, így nem tudom elmondani azt, hogy mennyi gameplay van benne, de annyi biztos, hogy. Egy jó kettő hónapra valószínűleg le fog kötni. Nagyban, nagyon nagyban függ attól, hogy mit fog droppolni az a nagy pók, és hogy mennyire lesz kihívás uh, ellene játszani, és mennyire fogja tudni tartani az izgalmat. Mert van egy olyan érzésem, hogy mint a Plains of Eldolon, az Eidolon, az endgame, itt ez a nagy pók lesz az endgame, és másnak nem nőnk nézünk elébe. Az enemik ilyen nagyon uh, szintűek de hogyha a bountikat felveszed, akkor a magasabb szintű enemikbe is fogsz beleütközni. Na most, uh, természetesen ugye ott megtaláltak ott az új modok, amire beszéltem az előző videóban is, úgyhogy lesz, lesz mit farmolni, uh, hogy őszinte legyek, uh, de az egész rendszer teljes mértékben hasonlít a Plains of Eldonhoz, úgyhogy a Plains of eligazottál, akkor itt most el fogsz igazodni megint csak. Na jó, röviden ennyi lett volna. Vasárnap találkozunk, nem kell már sokat aludni hozzá. Végigmeljünk az egészen, és akkor hát a jövőben valószínűleg újabbnál újabb videók fognak napvilágot látni arról, hogy hogyan igazodjunk el, és ki, mi, hol található, és igyekszem én is updatelni titeket ezekről a dolgokról. Köszönöm a figyelmet, srácok! A discord szervenünk a videó leírásában, Facebook nekrokrim, fel lehet iratkozni. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!